Hello mindenkinek, sziasztok! Rapo vagyok, és itt vagyok egy újabb Minecraft hardcore kalanddal, amiben keresünk tovább még egy kicsit, aztán majd még eldöntöm, hogy mit csinálunk benne. És egy újabb bejelentés így a videó elején, mielőtt elkezdem, bár közben szerintem megyek, azt nézem, merre van a haza, arra nem megyek, még egy kis ideig. Hát ha nem találok sok mindent, akkor elindulok hazafelé, de hát csak-csak lesz már itt valami, hát nem hiszem el, hogy ennyi időn keresztül semmi ne lenne. Na, és igen, itt a videó elején akkor azt elmondanám, hogy sikeresen frissítettem a játékot 1.10-re, ugyanis ugye tudjátok szerintem sokan az 1.10-es Minecraft is megjelent, hát nem tudom, hogy mennyivel lett jobb. Ugye annyi nagyon, az nagyon tetszik benne, hogy már nem kell ugrálni, hogyha itt egy blokk van, hanem magától szépen felugrik. Ez szerintem egy nagyon menő dolog, ezt már szerintem régóta bele kellett volna tenni, de hát ők tudják, ez most jött így elő. Tehát ez még csak a sima 1.10, aztán majd jönnek még az 1.10-es valahányos dolgok. Úgyhogy ebbe vagyunk, egyelőre még esőerdőt és egyéb dolgokat keresek, ugye ahogy az előző részben is. Hát tudom, hogy indert lehetett volna szereznem. Hoppá, nem az kell. Ott a... mi az már, tudjátok, a... mocsaras területről, de én úgy akartam, hogy akkor már szerzek magot is, és egyéb ilyen dolgokat. Azt hiszem, hogy arra felé ott van valami. Azt megnézzük, ott ilyen erdős résznek tűnik. Ja, és ugye az 1.10-es verzióval már bejöttek új zombifajták, és új, meg új ízék, mobok is, sima mobok. Ugye a zombik közül, nem tudom, sivatagban van egy talán, azt hiszem valami új fajta... van még a jeges területen egy új skeleton fajta, azt hiszem. Most így hirtelen más nem tudok. Erre emlékszem, amit láttam. Meg még mobok közül került be a jegesmedve. Ha jól tudom. De azzal vigyázni kell. Az is egy kicsit támadós fajta, úgyhogy figyelni kell rá. Oh, milyen nagyon szép erdő. Hát nekünk kár, hogy pont nem ez kell. És itt a kettő között valahogy én megpróbálunk elmenni szépen. Nem tudom, mennyire lesz itt ez jó, hát... jó lenne az erdőből még magot hozni, ugye nagy fa magot, és akkor nem kéne többször oda menni, tehát ilyen apróságokat szeretnék, meg hát ott van ugye kakóbab is barna színhez, lehet, hogy valamit barnára akarok, meg hát az inda, meg ott vannak olyan jó növények, amiket lehet esetleg vágni cserébe, amik nekem tetszenek, úgyhogy mindenképp hoz, igen, mint hogyha egy meteor csapódott volna be ide, halljátok, teljesen úgy néz ki a terület. Nagyon menő lett. És megint csak erdő. Nagyon nagy erdő. Hát úgy kajával a kezemben, nem hiszem, hogy sokra fog menni. Próbálok itt futni, de hát nem tudom, van-e értelme. Vagy lehet lassan hazamegyek, aztán majd másik irányba eljutunk. Vagy elindulunk, és akkor hát ott eljutok valahova jobb helyre. Azt a mindenit, milyen terület van itt előttem. Hát ez egyre szebb. Komolyan mondom, egyre szebb területek. Na most ilyenkor jó hegyet mászni. Hardcore-ba szeretem, és mindegy, van ágyam, úgyhogy tudok aludni, ahogy eddig is. Úgyhogy sokszor még elfelejtem, hogy most nem kéne ugranom, és mindig nyomogatom itt az ugrás gombot, de magától ugrik, milyen szépen. Látjátok? Jól ugrik. Tehát azzal nincsen gond. Na, itt egy bánya. Ó, jó nagynak tűnik, de most minket ez nem zavar, mert ne kalandozzunk el attól, amerre ugye menni akartam, és oda még nem ugrik fel, úgy látom, tehát ilyen ferdén nem akar ugrálni. Na, bárány, azt hittem, már égesmedve van itt egyből. Ó, láva folyam. Hát nem tudom, most van-e értelme még erre a területre itt átnézni, vagy már egyáltalán nincsen, és inkább menjek hazafelé, és valamit otthon csináljak. Még otthon is ugye egy kicsit rendezkednem kéne, de hát kalandozni is el kell menni ugye ilyen helyekre. Csak hát a hardcore. Amúgy egész szépen haladok ebbe a hardcore-ba, én úgy érzem. Az otthoni dolgaim is egész jól állnak. És ahhoz akarnék ugye még pár dolgot, de hát nem akar összejönni ez valahogy nekem most. Még úgy látom, arrafelé is az folytatódik. Az ott mi pár darab... ja nem, ott ez a kis homokrész. Kis homokos, tengerpartos kis folyó. Tavacska, azt nem bántjuk, arrafelé, azt, ami nézzétek mekkora hegyek. Milyen jó terület felfedezés, egy kicsit körbenézek, hogy hol is élek egyáltalán. Ez szerintem egy jó kis dolog.
Csak hát kaja pazarló is valamennyire, de hát ez van most, nem tudok jobbat. Hogyha akarok szerezni jó dolgot, akkor azért meg kell küzdeni, ugye, főleg fel kell fedezni a területet. Én bejöttem a havas területre, majd tényleg a jégesmedvékkel vigyázni kell, mert azt hallottam róluk, főleg, hogyha kicsinyük van, akkor nagyon harciasak tudnak lenni, ugye megvédik a kicsiket, aztán nem szeretnék jegesmedve csemege lenni itt a végére. Nem szeretném úgy végezni. Az elég csúnya halál lenne, nem mondjak. Azt a mindenit! Uff, most én komolyan azt hittem, hogy... Hú, azt hittem meghalok, halljátok! Hova estünk be? Épp, hogy meg akartam állni. Ez csúnya vég lett volna. Ez csúnya lett volna. Nem baj, nem lett semmi. Oké. Azt a mindenit. Ez. Minden részre kell egy ilyen. Úgy látszik, lehet. Mindig van valami, ami így kicsit feldobja az egész hangulatát. Ez a... Az ugrálás. Jó ez a funkció, ez az ugrálás, csak néha egy kicsit bosszantó, mikor te ugranál, de ő ugrik helyetted. Olyan helyeken, ahol nem kéne. Mint például az előbb is össze-vissza ugrálok, de nem oda ugrik, egyáltalán nem. Na nézzünk itt egy kicsit így, segítek neked. Ja, hogy lehet ugrálni, oké. Okay. Itt meg persze mi ugranál. Na, úgy. Jó, na, kijutottunk ebből a nagy kráterszerűségből. Megint. Azt a mindenit. Találtam itt egy szép nagy ilyen tengerrészt, vagy nem tudom, hogy mi ez. Hát igen, azért na. Ide is lehet költözni. Aki ilyen helyen él. Mondjuk én is élhetnék. Simán meg lehetne. Most képzeljétek el, vízre csináltam volna az egész birodalmam. Lenne egy nagy ilyen cölöpökön álló építmény, itt onnan, innen, vagy innen jönne egy ilyen stékszerűség oda be középre, és akkor én pedig ott lennék egy nagy, nem tudom, milyen vízi dolgon. Úgy, mint ugye, tudjátok, tekintbe volt a víz alatt, ez meg a víz el lenne. Sajnos itt nem, hát nehezebben tudok a víz alatt építkezni, azért főleg hardcore-ban nem szerencsés megint csak az. Itt megállunk, mert szakadék. Most figyeltem. Most figyeltem. Na jó, elindulok nagyjából hazafelé, amerre kell menni. Hát, ha így visszafelé találok valamit, ami kell nekem egy kicsit így ferdén, de nagyjából hazafelé, mert nem akarom, nem tudom hány részbe azt csinálni, hogy csak szaladgálok. Úgyhogy induljunk el akkor haza, aztán majd még egyszer elindulok egy másik irányba. Csak ugye elmeséltem, hogy szeretem a hardcore-ba, hogyha mindent láttok. Kivéve, hogyha esetleg az építkezés, vagy valami, de akkor is felgyorsítva inkább. Azért, mert ugye hát bármi megtörténhet, és akkor... Na. De hát jó, mondjuk lehetne úgy csinálni, hogy videózok, és akkor kivágom, ha nem történt semmi, de na, ez most valahogy nekem egy hangulatosabb, hogy benne hagyok mindent. Végül is egy ilyen Minecraft videó napló. Ugye rögzítem a napjaimat, hogy még történnek. Így is fel lehet fogni. Hát, jó, kifogtam ezt a nagy területet. Ott vannak indás részek. Ha erre felé kell hazamenni, lehet, hogy a mocsár felől jövök, akkor hazafelé. Most nagyon úgy tűnik, mert ugye ott a ház előtt egy kicsivel tovább, ugye ott van a mocsaras terület, és most mocsarakat, vagy mocsarat találtam, most nem vagyok benne biztos, tehát egyáltalán nem biztos, hogy ez az a terület. Csak én tippelem úgy, de van rá esély, na majd meglátjuk. Mindegy, akkor az lesz a legjobb, hogyha innen szedek egy kis indát, és akkor azzal térek haza. Most nem tudok jobbat, hát jó lett volna még több mindent vinni, ugye azért akartam esőerdőt találni, de hát ez van. Amúgy, hogyha fönti részét levágom, akkor egyetlen egy darabot kapok. Akkor ez darabonként... Oh! Darabonként kell levágni, és nem úgy, hogy én közben mindent belevágok. Igen, mert akkor a többi leesik, az nem lesz meg. Mert ebben most facsemete is lesz a végén. 11, hát egy pár darabot viszek. Oh, megy le a nap. Aludni kéne lassan. És igen, ahogy látjátok, még a shader mod mindig nem jó. Hát nem tudom, mi van vele, ez az SD-kémét itt láttok a képernyőn, Invalid Program Composite 1.
Már egyszer régen volt egy ilyen, aztán egy másik sáder megjavította, ugye, hogy kiadtak egy másikat, és akkor jó lett tőle, vagy nem emlékszek, vagy én csináltam vele valamit, lehet, hogy csak át kellett írni valamit, vagy pontosan nem tudom. De majd esetleg utána nézek, mert végül is jó volt, de hát addig is most sáder nélkül is szerintem ugyanolyan a Minecraft, semmivel nem lesz kevesebb. Remélem, ti is így gondoljátok. Na, egy fát már megnyírtam elég szépen. Tudjátok, formára nyírunk. Na gyere, gyere ide te is. És akkor ezeket majd szépen a ház oldalára lerakom. Hát, nem tudom, nem úgy tűnik, mintha az a mocsár lenne. Egy bárány. Mert csak azért se tűnik úgy, mert jó, mondjuk, hát az elején vágtam ki a fákat, nem erre felé, de akkor is, na. Nem úgy látom. Mindig a tetején akarom, és akkor azt hiszem leesik, pedig nem. Nem fog leesni. Na, szerintem ennyit viszek. Azt már leütöttem. 45-46 darab bőven elég lesz. Olyan sokat nem rakok, mert úgyis meg fog nőni. Tehát nem kell azzal nagyon szórakozni. Ez az, átugrottam. Tehát annyira nem kell vele szórakozni, mégiscsak azért legyen már rajta valami, hogyha már megcsináltam, és szerintem az úgy jól néz neki. Nem, ez nem az a mocsár, még bőven kell mennem. Remélhetőleg nem olyan vészesen sokat. Igen, próbálok itt úgy menni, hogy átjussak a mocsáron, mert össze-vissza kell ugrálni. Á! Sikerül? Van, akkor nem jól reagál ez az ugrás, mert valamikor később ugrik, és utána meg én ugrok, és utána megszakom, hogy én ugrok, és akkor megint úgy akarok ugrani. Ez ördögi körforgás, ugye? Nem baj. Majd belejövök, hát meg kell szokni. Furcsa nagyon, hogy most ő ugrik helyettem. És csak simán így neki és föl. Le is lassul úgy. Az a baj vele, igen, ez a nagyítás. Jó van, nem sokára hazaérek. Ó, víz fölé nő a fa, azt szeretem. Mert mindig az történik, hogy az alja nincs meg. Milyen messze jöttem én? Figyelitek, még mindig mennyi minden van itt. Átugrunk? Nem, legalább vízben, jó van. Ügyes, ügyes. Zombit hallok, nem baj, én csak előre megyek. Nem érdekel semmi más. Amúgy halljátok, amilyen meleg van. Fú. Hogy látjátok fönt a kis izét is. Jelzőket elfelejtettem kikapcsolni megint. Mindegy. Épp 70 fokon pörög. A izé, úgy látom a videókártya az. Hát igen. Azért na, tényleg meleg van. Eléggé. Na, merre kell mennem? Jelez már jó, vagy nem tudom. Úszás közben legjobb enni. És lerakni utána két fákját. Véletlenül kattintasz egyet. Hát így jött össze. Na, mondd azt iránytű, hogy nem sok van hátra. Ó, milyen barlangokat találok amúgy. Simán ezekbe is be lehetne nézni, mi van. Már egyszer túléltem egy bányászatot, úgyhogy egy kicsit lehet merészkedni. Jó lenne már egy gyémántot találni, az már nagyon kéne. Most már elég sok mindenem van. Na, ez a mocsár már lehet az. Ez már lehet az. Majd meglátjuk. Hogyha az elejéről hiányzik a tuccos, akkor ez az. Na, nem. Ez mindig nem az. Az mi? Ja, nyuszi. Ugrott egy fejed. Mi a francot keresnek? Mocsárba nyuszik. Majd Shrek megeszi őket biztos. Na gyerünk, báránykáim, ti is itt vagytok. Ez az, ez az. Ez az, ott a házam. Innen vágtam ki a csomó fát. Ez az, megvan. Megvan. Jej. Hazaértem. Hát, egy kicsit másik irányból, mint amerre elindultam, ugye, de nagyjából otthon vagyok. Mindjárt meglátjuk, ott a házam. Ó, de menő. Látjátok? Oké, hazaértem, kipakolom azt a pár dolgot, amit
szereztem, hát leginkább kaja megtészítő elemek. Jó, van, ezt föl is rakom szerintem a házra, és akkor ilyen dzsungelházikó lesz. Nagyon jól fog kinézni. Úgy látom, le is lehet aratni megint a cuccost ott, amik vannak. Így. Úgy. Mindegyik ilyenre rakok, és akkor ez itt szépen le fog nőni. Megterjedni, tehát ez egyből terjed, be fogja nőni az egész házat, én úgy gondolom. Ez már magas aljátok. Fölfelé terjed, vagy csak lefelé terjed? Na, tök mindegy végül is. Terjedjen, amennyire akar. Én felraktam. Oda is. De belülre már nem rakunk. Padlásra akartam fölnézni. Skeletont hallottam, de meg vagyok nyugodva, hogy nem. Nem itt van. Jó, ágy vissza a helyére, most már itt alszok újra. Majd még ezt kell itt berendezni szépen, majd a bárányokból lesz gyapjú. Azokat is lehet, le is vágom a bundájukat. Van nálam pár gyapjú. És akkor majd szerzünk színanyagot. Majdnem sikerült. És hogyha van színanyag, akkor meg tudom. Hát még azon gondolkozok, hogy milyen színű legyen a szőnyeg, amit berakok. Piros szőnyeg, sárga szőnyeg, zöld. Nem tudom, hogy melyik lenne a legjobb abba a házikóba. Bár tudjátok, piros szőnyeget leterítek a bejárattól az ágyig. Te hogy a francba mentél át, haver? Vagy nem mentél át, csak át vagy bugolva? Ójjáj. Nem, ő átment. Valahogy áttuszkolták szerintem a többiek, átnyomták az egészen keresztül, vagy én nem tudom. De nagyon úgy tűnik, hogy átnyomták. Na, gyere ide. Azaz, kösz, kösz. Ó, oh, 64 meg 12, ebből már lehet alkotni. És még egyszer. Na, tudom, elég bárány, úgy érzem. Melyik ajtó nyílik? Vigyázz innen, te. Na, hát, bocsi. Így, né, oké. Okay. Na, kettő is átjött, tehát mi a franc? Jaj, boci, téged nem akartalak. Szegény. Megütöttem. Ja, másik irányba kell. Ezt a kertajtót is át kell raknom, majd kell a másik irányba. Nem baj, egyelőre átmászok itt, ez is így megfelelő. Most nem tudok jobbat. Nem, úgy. És akkor... mi volt nálam, amit... Ja, a kajákat, azt meg kell sütni. Hát most itt van pár sütő, ami el van. Ó, vasat sütöttem egy párat, meg kaját, úgy látom. Mármint vasat égettem ki párat. És akkor növényes kaják, növények. Akkor ide mennek ezek. Kár, hogy itt nincsen rendezés, most tök jól lehetne rendezni. Hát ez van. Na! Jó, hát ez is akkor kiég. Na, majd meglátjuk akkor, hogy merre kéne indulni. Majd még egyszer el kéne nézni egyet bányászni, én azt mondom, tehát valamerre elmenni, körbenézni, hogy hol van, mi van, erre felé olyan bánya, mert hát ugye értsből sose elég. Most lett már... ennyi? Na, még itt van 10. Ez a vas már elég jó. Ez már elég szép adag. De hát ugye jó lenne gyémánt. Meg hát jó lenne gyémánt sárkány, ugye, hogy később tudjunk menni ugye nedörös dolgokat is szerezni. Ugye most ezzel az 1.10-zel jöttek be új dolgok, új blokkok. Vannak valami láva blokk is van, azt hiszem, vagy mi a franc az, ami sebez, meg nem tudom, hogy mire tudnám azt használni egyelőre, de az majd kiderül. Így, ezek ide mennek, azt nézem. Ez az eszközös, ugye? Felszerelések, eszközök. Aha. Egyelőre az nem kell, ezért csak így kirakom. Tehát, hogy jó lenne valamit nedörös tucat is összehozni, mert hát ott vannak a nedörös dolgok, abból is valamit. Csak ahhoz ugye először kéne valami gyémántpáncél, szerintem leginkább, és kard is, meg egyéb ilyen encsontolós dolog. Csak hát azokhoz meg kellene gyémánt, tehát el kéne menni bányászni. Úgyhogy én azt mondom, hogy felszerelkezem még egy nagyobb fajta bányászatra, és akkor valahova lemegyünk. Hát valamennyire azért egész jó felszerelésem. Nem mondom, hogy a legjobb, de azért elmegy.
Na nézzük, milyen cuccok vannak felszereléseim között, amit vihetnék magammal. Hát vaskard az mindenképp kell. Hát innen, jó, az iránytű kell, az kell. Fákja, az kell, de még majd ugye úgy is lesz. Egy kis bot, kövek, fák. Mennyi botot vigyünk már? 64, tökéletes. Minimum ennyi legyen nálunk, hogyha még ugye kell csinálnom ezért fákját. Hát, most nem tudom, hogy elvigyem ezt, ne vigyem. Végül is annyira nem tűnik fontosnak, mert van nálam már bot. Szerintem nem viszem. Kaja az mindenképp jól jön. Egy kis kő az ide, a vasat azt. Hát, észtek vas, hogyha már lesz nálam vas, akkor már vigyem. Föld egyáltalán nem kell. Felszerelés, egyebek. Kövek, fák. És hova rak... A földhomok, nem szóltam. Jó, ezt berakjuk valahova ide. Ja nem, ez a másodlagosba megy majd bele. Így, né? Ugye, ahogy legyen nálam. Kard az marad, és akkor eszközöket nézegettem még az előbb. Elmegyek aludni szerintem, mert nem lesz ez így jó. Jó, nincs itt semmi. Szerencsére nincs itt semmi még. Ne is legyen, úgyhogy inkább alszok. Tényleg azt tudja valaki, hogy mi lett a Minecraft beállításai közül a Super Secret Settings-el? Mert itt az optionen belül volt egy olyan, hogy Super Secret Settings, amivel állítgattam ilyet, de most a videó beállításokon belül se találom. Tehát, hogy kivették volna ezt a beállítást, pedig szerintem tök menő volt. Legalábbis volt az a fajta beállítás, amikor tudtam egy kicsit élesebbé tenni a képet. Az szerintem egy nagyon jó beállítás volt, de hát jó, ezt ők tudják, hogy most hogy akarják összehozni. De hogy az szerintem jó volt, nem tudom, hogy miért kellett azt kivenni. Vagy ott van, csak én nem látom, tehát most nem figyeltem annyira. Lehet, hogy tényleg ott van. Amúgy ezek a kőeszközök helyett szerintem viszek már. Ez egy gyémánt, ott jó is lenne. Tehát, hogy ezeket szerintem már kirakom, és akkor mindegyik helyére. Most már van annyi vasam, hogy tudok csinálni, még akkor botot veszek ki, hogy legyen nálam egy jó adag. Na mindegy, úgyhogy nem találtam azokat a beállításokat, hogy most azokat kivették tényleg, vagy csak én nem találom, az más kérdés. Hát csináljunk még hármat. Jól fog az jönni szerintem. Meg még akkor lapátot, kettőt, két vaslapát. Így, kard az van nálam. Ja, szerintem más nem kell, legalábbis most nem jut eszembe semmi más. Úgyhogy azt mondom, hogy ezzel már úgy útnak indulhatunk. Ez vissza. Szerintem. Hát próbálkozzunk meg vele, és akkor most egy ideig szerintem bányászkalandok fognak jönni, de ez már szerintem csak a következő részbe, tehát hogy onnan indulunk, hogy megyek bányászni, itt még elrendezkedem. Ez maradjon, mert úgy is kelleni fog. Így, hát, ja, még egy baltát is, vigyünk egy baltát is. Bármikor jól jöhet. Sose lehet tudni, hogy mikor lenne szerintem szükségem egy baltára. Jó, iránytű nálam van, szenet találni fogok, hogyha kéne. Úgyhogy azt nem viszek, más egyéb szerintem nincs szükségem. Ezek is kisültek, husi. Jó, növények, kaják. Ide. Így. Úgyhogy ennyi lenne ez a rész, remélem mindenkinek tetszett, hogyha kíváncsiak vagytok a bányászkalandokra, tartsatok velem a következő részben is, mert elindulunk egy hosszabb bányászatra, meglátjuk, hogy mit szedünk, és utána pedig jöhetnének a netheres kalandok is, hogyha minden jól megy, meg ugye szeretnék Enchantment Table-t, van 26 szintem, azt el kéne már használni, jó lenne, és akkor úgy folytatnám tovább, úgyhogy mindenképp tartsatok velem a következő részben is, köszönöm a figyelmet, sziasztok! Most úszunk itt a folyóba. Kimegyek inkább ide. Így, és akkor itt. Erre felé, úgyis hamar meg lesz. Aztán mehetek vissza haza. Utána megint elindulok.